Sziasztok! Folytatjuk a házi megybor készítős videónkat. Láthatjátok, hogy ilyen most a borunk, és most le fogjuk majd fejteni. Ez lesz az első lefejtésünk. Szükségünk lesz egy edényre, amivel átfejtjük a bort. Ehhez itt van nekünk ez a 10 literes vödör, és a kis szilikon csövünkre, amivel el fogjuk végezni a lefejtést. Megindult a bor, lassan, de folydogál. Láthatjátok, lassacskán folyik. Úgyhogy most csak várnunk kell, míg átfolyik. Aztán letakarjuk egy konyharuhával ezt az edényt, és 15 nap múlva újból elvégezzük ezt az átfejtést. Az lesz a második lefejtésünk, és tulajdonképpen végére is értünk a borkészítésnek. Majd még arról is készítek videót, hogy megmutassam, milyen lett a bor, milyen színe lett, stb. Köszönöm, hogy ma is velem voltatok, legyen szép napotok, sziasztok!